Egy nagyszabású, sok neves előadót felvonultató konferenciát tartottak május 31-én pénteken az Ipolyi Kulturális Központ színház termében. Az előadásokon számos olyan téma felmerült, amely a nők helyzetét, a nők családban, társadalomban betöltött szerepét mutatták egy-egy sajátos aspektusból. A rendezvény házigazdája dr. Juhász Enikő polgármester asszony nyitotta meg a konferenciát, majd olyan neves előadók tartottak előadást, mint Szomszéd Orsi a politológus, politikai elemző, Betlen Anna közgazdász, emberjogi aktivista, Persné dr. Gál Ildikó, Európa Parlamenti képviselő, egyetemi tanár, dr. Kőrösi Mária egyetemi tanár, a Széchenyi Társaság elnökségi tagja, dr. Acél Petra egyetemi docens, a Corvinus Egyetem magatartástudományi és kommunikáció elméleti igazgatója. Akik részt vettek a konferencián, számos érdekes információval és tapasztalattal gazdagodhattak, legyenek azok nők vagy férfiak, hiszen a témák attól függetlenül, hogy leginkább a nőkről szóltak, mindkét nemet érintették, közvetve vagy közvetlenül. A programsorozat egy látványos divat bemutatóval zárult, amelyen Hampel Katalin ruhakölteményeit mutatták be hivatásos modellek és helyi hölgyek. A bemutatón közreműködött Sasvári Sándor előadó művész.